hogy mi mikor találkoztunk? Nem is emlékszem. Én emlékszem, te már 5 évvel idősebb vagy, és én kis főiskolás voltam, és akkor már te nagy művész voltál, és nagyon utáltalak, mert mindenki körülötte nyüzsgött, engem még senki nem ismert. Na, így ismerkedtünk meg. Utána viszont fordított a dolog olyan módon, hogy észrevette egy kis emberkét, aki nála idősebb, és azt mondta, van-e kedved belépni a Magyar Plakát Társaságba. És így kezdtünk komolyabban barátkozni egymással. Öregkorunkra összehozott bennünket a sors. Ez összehozott bennünket gyönyörűen, és én nagyon boldog vagyok tőle, megmondom őszintén. Én 80 éves vagyok. Árendes barátom 75 éves. Tehát mindenk mögöttünk él már egy olyan hatalmas munka, hogy tulajdonképpen kevesen látják, és szeretnénk, hogy ezt be tudjuk mutatni. Ez mind barátomnak, Jóskának a műve az egész, önmagában is mondhatom, hogy ez egy mű, hogy egy kiállítást úgy megcsinálni, hogy izgalmas legyen, kifejező legyen. Először én is csak arra gondoltam, hogy a falakra kerülnek föl a munkáim. Utána, amikor a Jóska ezt megrajzolta és áttette az egészet térbe, hogy ez hogy fog kinézni, abban a pillanatban éreztem, hogy ez ütős, fantasztikus kiállítás lehet itt ezen a téren. Majd akik megnézik, azok dicsérjék, mi magunkat ne dicsérjük. Az én munkáim, amit itt láthatók, ezek régiek, ezek 50 évvel ezelőtt készült munkák, ezek fotósak. Különösen ez érdekes, hogy az árendás fajta és az én fajta munkám között abszolút más világot mutat. Nagy a különbség közöttünk. Óriási a különbség, és ezért tetszett nekem az egész, hogy igen, igen, mind a kettő másfajta ember, de a gondolat ugyanaz. Mindenkinek ajánljuk, hogy nézegessék, kicsit nagyobbak lettek így a méretek. Ez a tér adta, hogy egy-két ez nagyobb munka is ezt, van, igen. Hogy nem ilyen műtyürkék, de ennek csak örülünk.